Bálint, gratulálok a győzelemhez. Az elmúlt hétvége óta téged, mintha kicseréltek volna, tehát úgy ránézésre sokkal dinamikusabban haladsz, jobban kajakozol. Te mennyire érzed ezt belülről? Köszönöm szépen, jól látod Péter, tényleg szerencsére tudtam előre lépni, és ahogy mondtad, a dinamikám sokkal jobban előjött, mint eddig volt, illetve az erőm is megjött, és ennek nagyon örülök, de ugye ezt el is mondtam az elmúlt interjúkban, hogy ahogy telnek a versenyek, egyre jobb formában leszek, és ez be is jött, de most már azért kimondhatom, hogy úgy terveztük az edzőmmel ezt az évet, hogyha sikerül kiírni az olimpiára, akkor majd úgy jön ki a szuperforma, és egészen addig azért nem gyilkoljuk le a testet, viszont most már nagyon közeleg itt, és nem sokára itt lesz az olimpia, és addig is majd megkezdődnek a gyilkos edzések, és természetesen az olimpia előtt majd kikönnyítik a dolgokat, addig is még tudok előrelépni, és ez nagyon jó hír, érzem magamban az erőt, és biztosan ki fogom bírni még ezt a bő 2 hónapot, ami még előttünk áll. Kellett-e bármit változtatni, akár a hajón, akár a lapáton, vagy az elmúlt egy hétben mondjuk a versenyre való közvetlen felkészülésen? Nem változtattunk semmit, ugyanazok a hajóbeállítások és a lapátnak a hossza is ugyanaz. Azon biztosan elgondolkodtunk már az edzőmmel, hogy a későbbiekben váltani fogok nagyobb lapátra, de ezt az olimpiáig már nem merjük megkockáztatni, max még húzok 1,5 centit a lapáton, mert tényleg ez nagyon nagy ez a csapás, amivel végigmegyek, főleg ugye 1000 méteren, és nem szokás ilyen nagy csapással végigmenni. Úgyhogy ez sajnos az erőből is visszavehet a végén, de nem baj, most már nem fogok változtatni a jól bevált dolgokon. Viszont még az edzés munkán tudunk emelni, és ennek hatására majd az utolsó 200 méter, 1000 méteren, amire nagyon nagy szükség lesz még nekem, azon tudok majd javítani a több edzés hatására, amit most fogunk megkezdeni. Legyőztél ma egy portugál versenyzőt, de nem Fernando Pimentát. Mit gondolsz, hogy holnap felvértezve ezzel a sikerrel, mire mehetsz 1000 méteren Pimenta ellen? Úgy láttam előfutamban, hogy Pimenta nagyon könnyedén megy, szokása szerint, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy holnap nagy csatát fogunk vívni Pimentával. Az a célom, hogy megverjem, szeretnék holnap aranyérmet szerezni, amivel voltam forma ma, illetve még inkább tegnap, mert tegnap tényleg valami hihetetlen jó formában éreztem magam, rendkívül dinamikus és jól erőben voltam, dinamikus volt a mozgás. Ha holnap ez előjön, akkor tényleg nem kizárt az aranyérem, de lehet még számítani Alek Jurinjára, fehér orosz versenyzőre. Ő is hosszú évek óta itt van az 1000 méteres mezőnyben, és jó formákat szokott mutatni, de most egyelőre Pimenta lesz holnap a nagy ellenfelem. Köszönöm szépen!